Kedves testvérek, valóban Jézusnak a megkeresztelkedését ünnepeljük ma, és jogos keresztelő Jánosnak a kérdése. Azt mondta, hogy neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám. És valóban furcsa, mert keresztelő János hirdette ezt a keresztséget, mint bűnbánatnak egy fajtáját, mint a meghívást a megtérésre, és megy Jézus, akinek semmi bűne nem volt, aki az Isten fia volt. Miért megy oda? Olyan furcsának tűnhet emberileg nézve. Viszont, ha megnézzük az első olvasmány, már egy kicsit dereng, hogy miért is. Miért van ott azokkal az emberekkel, akik mennek oda, akik bűnösök, akik nyomorultak sokszor, miért van velük? Az olvasmányban hallottuk, hogy azt mondta Izaiás próféta, ugye ez a szenvedő szolgájának, Jákve szenvedő szolgájának az éneke, hogy a megroppant nátszálat, a megtört nátszálat nem töri össze. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Az Isten, amikor keres minket, mert az Isten keres minket, ezt ünnepeljük karácsonykor is, az Isten annyira velünk akar lenni, hogy emberré lett, akkor az Isten keres minket nem azért keres, mert megérdemeljük, vagy bármit adhatnánk az Istennek, hanem azért, mert szeret minket. Annyira szeret minket, hogy semmit sem sajnál tőlünk. És nagyon erőteljes az a szó, főleg Márknál, kicsit látjuk, hogy mi történik a keresztségben. Ugye Jézus azért keresztelkedett meg, hogy mi is meg tudjunk keresztelkedni, és a keresztségben részesüljünk az ő életében. És itt azt látjuk, hogy azt hallottuk, hogy ahogy Krisztus feljött, megkeresztelkedett, feljött a vízből, megnyílt az ég. És ez Szent Márknál, egyébként az Alleluja vers is tőle volt, nem azt mondja, hogy kinyílt, mint egy ajtó, hanem hogy széttépettek. Nagyon erős szót, hogy széttépettek, széttépték az eget. Miért olyan fontos ez a szó, miért mondom ezt? Érezzük a különbséget, hogy azért másról van szó egy kicsit, vagy mást hangsúlyoz ez a széttépni valamit. Mert amikor Ádám és Éva ugye elkövették az első bűnt, ez az ég bezárult. Mert a bűn nem az Isten zárkozott el tőlünk, hanem az ember a bűnnel, meg mi mindnyájan a bűnnel egy kicsit elszakítjuk magunkat az Istentől. Ennek a jele az, hogy hát tudjuk milyen, mikor felhők vannak, és nem látjuk a napot. Nagyon más érzés, már csak egy ilyen fizikai okok miatt is, hogy nem érezzük a nap melegét, nincs olyan világos mondjuk most. Sokkal többről van szó, és ezt a képet használva jelzi a Szentírás is, hogy van ez az elszakadás az Istentől, és emiatt egy üresség, egy szomorúság. És ezt az ember, ezt egyikünk se tudja áttörni. Az ember nem képes áttörni ezt a gátat, ami elválaszt minket. Az Isten jön, és áttöri, széttépi ezt a gátat. Az Isten keres minket, velünk akar lenni, és ez volt az embernek a valódi vágya, és most is ez a valódi vágya. Már az Ószövetségi iratokban is látjuk, hogy ez így megfogalmazódik, hogy az Isten beszél az emberrel, de valahogy sokszor tapasztalja az ember ezt a hiányt, hogy valami hiányzik, az üres, van ez az üresség, amit nem tudunk betölteni, ez a végtelen szakadék, amit minden nap próbálunk valahogy dobálni bele egy kis ilyen dolgot, egy kis olyan dolgot, hogy ez a szakadék valahogy tele legyen, de nem sikerül. Lehet az a pénz által, a barátságok, a szexualitás, a munka, a tanulás, bármi által, de mindig ott van ez az üresség. És ezt fogalmazza meg a Zsoltáros is, amikor azt mondja, hogy bárcsak széttépnéd az eget és leszállnál, mondja az Istennek. Bárcsak áttörnéd ezt a gátat, ami miatt nem tudunk veled lenni. És az Isten ezt megteszi. Isten, és pont ezt látjuk itt is, hogy Isten áttöri ezt a gátat, hogy velünk legyen. Hogy, és nem csak úgy általában velünk, hanem hogy velem és veled személyesen. Azt akarja, és mert ez, amit itt hallottunk, az Krisztusban a keresztség által mindnyájunkra igaz. Azt mondta az Atya, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Mert a keresztségben mi az Istennek a gyermekei leszünk, nem ez egy kép, vagy nem lehet pontosan megfogalmazni azt, ami történik. Az Isten nem úgy tekint ránk, mint csak egyszerű, halandó emberekre. Hát szülők nagyon jól tudják, hogy lehet, hogy a
gyermekeik, amikor kicsik, hát sok minden nem tudnak adni, nem tudnak csinálni, kiszolgáltatottak, de szeretik őket, nem? Mindjárt mindenki szereti a gyermekét. Engem is szerettek a szüleim, pedig nem volt mindig egyszerű. De hogy, és az Isten itt tekint ránk, csak még inkább, még nagyobb szeretettel, végtelen szeretettel ránk néz, és az ő gyermekeit látja bennünk. És éppen ezért mindent meg akar adni. Saját életét adja, saját boldogságát, mert az Isten arra teremtett minket, hogy örökké boldogok legyünk. És ezt a boldogságot, ezt ő tudja megadni, és meg is akarja. Ez az első, hogy keresztényként Istennel legyünk, és az Isten bennünk legyen. A többi az már következmény, hogy kit mire hív az Isten, milyen dolgaink, milyen feladataink vannak. Azok is fontosak, hivatás, papság, szerzetesség, házasság, milyen munka, szülő, valaki egyedül van, valaki fiatal, valaki idős. Az Isten mindig velünk akar lenni, minden életállapotban, minden helyzetben. Adja a küldetést, de elsősorban, és ez a legfontosabb, amire ő hív minket, hogy az Istennel legyünk, hogy boldogok legyünk vele. Sokszor elmondtam, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Istennel valóban boldogok tudunk lenni, és annyira, hogy ez soha semmi nem tudja elvenni tőlünk. És ez a boldogság, ez ha vele vagyunk, örökké tart. És ahogy Péter apostol mondta, nagyon tetszik ez a megfogalmazás, hogy valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten senkit sem vet el magától, sőt, gyermekévé tesz és alakítja az életünket. És én is ezt tudom mondani, és gondolom, hogy sokan ezt láttuk az életünkben. Most furcsa ez a nap, mert egyfelől véget ér a karácsonyi időszak, és ez már az évközi időnek az első vasárnapja is. Van ez a változás, és hát az én számomra is, mert holnap megyek el, megyek vissza a szemináriumba, Egerbe. És hát érdekes, hogy hát azt tudom csak mondani, hogyha hátra nézek most is, de korábban is, hogy az Isten nagyon jól tudja, hogy mire van szükségem, mire van szükségünk. Megvan a saját gyengeségem, megvannak a saját problémáim, megvannak a saját félelmeim, és ez mindnyájunkra igaz, de az Isten szemében fontosak vagyunk, a gyermekei, és ő tudja, hogy mi kell nekünk. És ezt láttam itt Karcagon is, hogy az Isten nagyon gondoskodott, nagyon sok mindent adott a félelmeim ellenére. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, meg hogy tényleg azt láttam, hogy befogadtatok. Valóban testvérekként is, testvérekként lehettünk itt együtt, ami az Istennek az ajándéka. Hát mit csináljon egy budapesti, egy karcagi, meg itt még francia és spanyol is van. Mit csinálunk itt együtt? Hát az Istenben testvérek vagyunk. Ez egy olyan ajándék, ami máshol nincsen. És ezért nagyon hálás vagyok az Istennek, és hát bátorítok mindenkit, hogy valóban, amikor előre nézünk, még hogyha vannak nehézségek is, akkor ne feledjük el, hogy az Isten vezeti az életünket. Az Isten mindent megad, és hatalma van minden felett, nincs mitől félnünk. Félünk, mert gyenge vagyok, vagy nem tetszik valami magamban, vagy a másikban, a helyzetben. Bízzuk az Istenre. Ő tudja, van hatalma, és végtelenül szeret minket. És hogy folytassuk örömmel ezt a szentmisét, kérlek titeket, hogy imádkozzatok értem, én is imádkozom értetek. Azért ez a kapcsolat reméljük, hogy nem szűnik meg, még azért járok erre, de fontos, hogy az Isten előtt mindnyájan az ő gyermekei vagyunk. Engedjük, hogy ezt az örök életet ő adja már most, a mai napon is nekünk, és ezért örömmel tudjunk hozzá fordulni, egyedül is és közösségben is, mint testvérek.